Mi az a Shakes and Fidgets és mitől olyan különleges? A Shakes and Fidgets egy vidám fantasy akciódíjnyertes szerepjáték. Örülten hangzik, igaz? Hisz több mint 50 millió játékos teszi igazán különlegessé, híressé és szórakoztatóvá ezt a játékot. Hozd létre a saját képernyőhősödet és hódítsd meg a becsületcsarnok tetejét. De nem ilyen egyszerű a feladat, ugyanis szerte a világban játékosok állnak közted és a győzelem között a PvP arénában. Le tudod győzni őket? A haverokkal között szétalapítva sokkal erősebbé válhatsz, nem beszélve a rengeteg értékes zsákmányról, ami a tiétek lehet, ha persze jó csapatot alkottok. Állalj küldetéseket! Végezz izgalmas kalandokat! Lépj szinteket! Gyűjts aranyat! Szerezz becsületet! Válj legendává! A játék tartalmaz magyar nyelvet, így nem kell aggódnod, hogy nem fogod érteni bizonyos részeit, ha esetleg elakadsz valamelyik küldetésedben. Töltsd le a telefonodra, vagy játszd a számítógépeden bárhol a Shakes and Fidgets játékot, ugyanis teljesen ingyen hozzáférhetsz, amikor csak kedved szottyan. Használd a videó leírásában található linkeket, vegyél fel barátnak, játszunk együtt, hódítsuk meg a becsületcsarnok tetejét. Shakes and Fidgets, legyél te a legenda! Hát jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Owen vagyok, és most egy újabb kihívást fogok kipróbálni. Ugye az előző bőrlopós videó tökre bejött nektek egyébként, attól függetlenül, hogy ugye semmilyen félelmetes dolog nem történt, de azért a videó megszerkesztése egy kicsit megadta nektek az izgalmat. Alapból úgy állok ezekhez a dolgokhoz egyébként, hogy eléggé szkeptikus vagyok, ha mondhatom ezt. Nem nagyon hiszek ezekben a dolgokban, de valamiért mégiscsak furcsa, vagyis hát bögdös a kíváncsiság. Ugyanis egy olyan ember, aki szereti az ilyen horrorisztikus, misztikus dolgokat, mint például én is, azért egy picit mindig ott van az, hogy kíváncsi ezekre a dolgokra. Úgyhogy a mai videóban meg fogom próbálni az F74 nevű kihívást, vagy misztikus dolgot. Igazából mielőtt megnézem a videót, ugyanattól a srácztól, akitől a bőrlopót is megnéztem, a saját szavaimmal gyorsan összefoglalom, hogy miről is fog szólni, lehet, hogy egy kicsit kihagyok, vagy lehet ki fogok hagyni fontos dolgokat, hogy ez az F74 kihívás, ez arról szól, hogy a csuklónkat, ha rá kell írnunk annyit, hogy F74, aztán ugye nyugovóra kell térni, aludni kell normálisan, és elméletileg az álmodban egy elég misztikus helyre fogsz kerülni, ahol elvileg sok ajtó van, és meg kell találnod az F74-es ajtót, az lesz a kijárat, és 10 órád van tulajdonképpen ezt a kihívást teljesítened, vagy örökre bent maradsz egy fehér szobában, és nem fogsz soha felkelni az álmodban, magyarul meghalsz. Egyáltalán nem félek, mert még egyszer mondom, hogy ezeket én egyáltalán nem hiszem el. Nem hiszek ezekben a dolgokban, még nem történt az életemben olyan dolog, ami azt mondaná, hogy igen, ezzel nem szabad játszani. Én alapból szeretem ezeket a dolgokat kipróbálni, úgyhogy srácok, meg fogjuk nézni. Nyilván azt nem tudom lekamerázni, hogy mit látok az álmomban. Max majd reggel fogok nektek egy kis beszámolót tartani, hogy milyen álmom volt, hogyha lesz egyáltalán valamilyen álmom. Én őszinte leszek, nem fogok hülyeségeket mondani, hogy jaj, ez történt, ezt láttam meg, mit tudom, hogyha valami arra fogok álmodni, hogy egy réten ugrálok 3 plusz nyullal, akkor azt fogom elmondani nektek, nem tudom most így értelem mi fog történni. Úgyhogy én nem akarok nektek hazudni, és azt sem akarom, hogy tényleg komolyan vegyétek ezeket a videókat, mert nem szeretnék senkit megijeszteni. Csak a személyes tapasztalatomat fogom veletek megosztani. De mielőtt akkor ugye megpróbálom ezt az egészet tulajdonképpen, akkor nézzük meg a videót, mint az előző videóban is tettem. Mi ez a F74 trend TikTokon? És az emberek miért kerülnek kórházba miatta? Ez a trend elvileg nagyon veszélyes, úgyhogy mindenki a saját felelősségére próbálja ki. A tennivaló csak annyi, hogy elalvás előtt a csuklódra írod az F74-es feliratot, majd elalszol. És álmodban egy vörös folyosón fogsz kikötni, ahol rengeteg olyan ajtó van, amin számok vannak. 10 órád van arra, hogy megtaláld azt az ajtót, amin nincs szám. Hogyha nem találod meg 10 órán belül, ott fogsz ragadni. És ott garantáltan nem messzelegedül. A valóságban pedig kómába kerülsz, ezért is hangsúlyoztam az elején, hogy kórházba kerülnek miatta. Elvileg már van rá példa. Ma én is ki fogom próbálni ezt a trendet.
ma este elalvás előtt ezzel a négy képpel fogom nektek jelezni, hogy mikor alszom el, mikor kelek fel, vagy kórházba kerültem, vagy mi lesz. Ez a négy kép, ami itt lesz a képen. Azonban, ha valaki ki akarja próbálni, van kiutási lehetőség is, amit Instagram story-be fogok posztolni, csekkoljátok le, valamint ott is fogok posztolni információkat a játékkal kapcsolatban. Akkor úgy látszik, hogy egy picit rosszul tudtam az információt, ugyanis nem biztos, hogy belehalok, csak komába fogok esni. Na, milyen jó ez, igaz? Na, hát akkor lássuk, hogy mi a dolgom. Na most azért egy dolgot nem vettem számításba, hogy ugye a csuklóra kell írni ezt az F-74-et, de hát Péter csuklójával van egy kis probléma. Hát fiú, szerintem ide az Among Us felé, vagy nem tudom hova, de valahova oda majd megpróbálom beírni, mert ide nem hiszem, hogy hova. Ide? De hát az nem a csukló. És ha ide írom, az baj vajon? Az mennyi? Hát az a csuklom, nem? Vagyis hát ide alá kéne, de hát én nem tudom aláírni. Úgyhogy szerintem ide fogom. Jó, hát szerintem ez is. Várjál. Aha. Odaírtam. Én nagyon ilyen style-ba, freestyle-ba. A csuklóm ez. Én nem tudok máshogy, nem tudom ezt máshogy megoldani, messze vagyok firkába. Szóval most megnyitottam tulajdonképpen ezt az álom szellem kaput, úgyhogy most el kell mennem aludni. Hát most 9 óra van, este 9 óra van, szerintem hát olyan 10 óra fele már azért szoktam aludni normálisan. Úgyhogy, hát srácok, megnézzük, hogy mi fog történni. Még egyszer mondom, hogy teljesen őszinte leszek, a felkelek. Én nem akarok senkit érzgetni ezekkel a videókkal, én nem játszom meg, hogy ezek veszélyes dolgok. Ha valami olyan dolog is történik, vagy valami olyat tapasztalnék, akkor azt elmondanám, és hát ne arra, hogy engem fúrdal a kíváncsiság, én alapból szeretem, tudjátok, a horrort, meg az ilyen tematikájú dolgokat. De nem azért készítem ezeket a videókat, hogy megetessem a fiatal nézőket a baromsággal, mint egyesek, mert láttam azért vannak külföldön, meg úgy láttam most már vannak magyar tartalomgyártók is, akik nagyon szeretnek amúgy ezzel játszani, és akkor beadják a gyerekeknek, hogy ez igaz. Hát én a full őszintét fogom nektek elmondani. Vagy van valamitől folyamni valótok, vagy nincs. Úgyhogy köszönöm szépen, és hát akkor igazából reggel találkozunk, nem nagyon tudok mást mondani. Kívánjatok jó éjszakát, nektek is jó éjszakát, és akkor reggel jövök a beszámolóval. Hát, jó reggelt kívánok mindenkinek! Hogy nem, mi történt, megmondom őszintén, szerintem semmi. Elaludtam, mint a bunda, fel sem keltem, mondjuk az egy kicsit olyan fura volt, hogy nem keltem fel semmire. Felkeltem, még csak nem is emlékszem rá, hogy álmodtam volna valamit, általában szoktam, de most nem emlékszem, hogy álmodtam volna bármit is. Így csipásan meg, kócosan, bocsánat, hát legalább erről is van most már felvétel. Hát itt van a kezemben, még mindig nem töröltem le, természetesen. Én olyan jól aludtam, nem tudom, hogy most annak tudatában aludtam ilyen jót, hogy ugye arra számítottam, hogy lesz valami, de tök kényelmesen aludtam. Lehet, hogy még segített is ez a kis gondolatmenet, hogy jól elaludjak. Gyerekek, semmit nem tapasztaltam, semmilyen izzadság, semmit. Tehát én teljesen jól vagyok, jól érzem magam, nyugodtan, és nem is paráztam rá, meg ilyenek. Nem emlékszem, vagy biztos álmodtam valamit, de nem emlékszem rá. Szóval nem fogom tudni nektek megmondani, tényleg esküszöm, hogy mit álmodtam. Nagyon jó, kipihenten ébredtem, semmi nem történt. Vagy csak nem tudok róla. Ki tudja? Hát srácok, ennyit az F-74-ről. Igazából nem nagyon tudok erre mit mondani. Valahogy erre számítottam egyébként, hogy talán ez is egy ilyen, tudod, ilyen urbán legenda lesz, vagy nem tudom. Én kipróbáltam, látjátok, itt van a fel, lehet, hogy rossz helyre raktam, tehát tetoválás miatt nem tudom ráfirkálni. De szerintem a csukló az még itt is csukló, szóval tök mindegy. Hát írjátok le a saját véleményeteket egyébként, nem mondom azt, hogy próbáljátok ki, mert ilyenre nem fogok búzítani egyetlen egy fiatal nézőt sem ilyen dolgokra. Úgyhogy én szeretnék példaértékű tartalmat gyártani, és nem, tehát tudom nagyon jó, hogy fiatalok is néznek. Ja,
Ez van! Írjátok le a következő videó, miről szóljon, milyen legendát próbáljunk ki, amit itt meg tudunk csinálni, vagy mi az, amit szívesen látnátok. Esetleg, hogyha van saját tapasztalatotok, akkor azt is nyugodtan írjátok le, és beszélgessünk erről a dologról. Én semmit nem tapasztaltam. Kezdem a napot, reggel van, úgyhogy let's go! Let's go F74! Én még jobban aludtam, mint valaha. Na srácok, hát köszönöm szépen még egyszer az ajánlást, és köszönöm szépen Martinnak a videót, és ja, kövessétek be Martint amúgy TikTokon, szerintem nagyon nagy forma, és nagyon sok hasonló videója van, egyébként sokszor megjelöltök alatta, ha gondoljátok engem is kövessetek be TikTokon, ha meg Insta, meg mit tudom én, bár ezt nem szoktam reklámozni, tudjátok, nem az én reszortom. Úgyhogy ennyit az F74-ről, nem fogok kamuzni ilyen hülyeségeket, meg randok, nem történt semmi. Úgyhogy jó éjszakát! Reggel van. Jó reggelt mindenkinek, és hát akkor találkozunk a következő hasonló videóban, írjátok meg addig is, hogy miről legyen. Úgyhogy én November Kenny voltam, és élek, virulok, nem kell aggódni. Sziasztok! Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Cicu! Hogy vagy? Jól aludtál? Te is kijutottál az F74-ből? Zsír!